hangfelvétel, illetve a hangfelvétel ö, szerkesztésének alapjairól fogok beszélni. Az, hogy felvegyünk egy hangot, rengeteg különböző módunk van rá. Én most két programot szeretnék megmutatni ehhez. Az első, ez a SimpliRec nevű alkalmazás, amit nekem már el is indult. Ennek így néz ki a logója, egy ilyen kis gömb és benne egy mikrofon. Itt át tudunk különböző dolgokat állítani benne, hogy milyen mikrofonnal szeretnénk fölvenni, egy vagy egy külső mikrofonnal. Ki tudjuk választani a helyét, illetve hogy milyen neve legyen. Ö, igen. látjuk, És akkor itt ki lehet hogy hány kHz-es legyen. Milyen file vegyem. Én itt most az ai t fogom választani. Ö, azért, mert ez később a hangszerkesztéshez jobb, mint az MP, MPEG 4, vagy... Ö, le lehet, be lehet tartani, hogy utólag ezt le, tehát hogy ez nekünk le legyen játszva Ittulag a fülünkbe, vagy le ugye rögtön a beépített hangszóróba, vagy egy külön hangszóróba. Én ezt most nem pipálom ki, mert egyrészt késik egy kicsit. Úgyhogy ha valaki szeretné hallani, hogy mit vesz föl, akkor jobban javaslom, hogy rögtön a mikrofonba dugja be a felhallgatót, vagy fülhallgatót. Igen. Akkor nézzük meg, hogy milyen is egy felvétel, erre a piros gombra kell kattintani. És akkor most éppen veszi, amit épp mondok. Itt ez a zöld sávba ugrik följebb azzal, amikor beszélek, ugye. Minél hangosabban beszélek, ugye annál följebb ugrik. Ezzel ennyi, ezt most leállítom. Így. Itt lesz nekem ez a felvétel. Most mondjuk lejátszom. És akkor most éppen veszi, amit épp mondok. ennyi szóval, ennyien lejátszással a hang. Szóval ez a program nagyon egyszerű hangfelvételek készítésére alkalmas. Tehát, ha csak egy hangot szeretnénk felvenni, akkor mindenképpen tudom javasolni a Azon Azonban, hogyha Uh, nincs meg nekünk ez a rec vagy mondjuk más számítógépünk van. Akkor tudom javasolni azt, hogy a QuickTime-mal próbálkozzunk meg. Mondjuk akkor itt van meg a QuickTime, meg lehet ezzel is próbálni. Uh, és azt mondjuk neki, hogy szeretnénk egy új audio recordingot, ezzel ugye fel fogja venni a hangunkat a QuickTime, ez a QuickTime Player 7. Uh, az újabbat is ugye el lehet indítani. Uh, azzal is meg lehet nézni, hogy hogyan lehet csinálni új hangfelvételt. Uh, így néz ki a kettő közt a különbség, hogyha itt elindítom, meg mondjuk ezt is elindítom, akkor itt lehet hallani, hogy uh, mind a kettő ugye vesz engem, és ugye hogy ugyanúgy le lehet állítani mind a kettőt. Itt kicsit kevesebb dolgot lehet beállítani, uh, igazából ez nem olyan nagyon nagy probléma. Ugyanúgy használom mindegyik, hogyha csak egy sima hangfelvételt szeretnénk fölvenni. Ezt ugyanúgy meg lehet hallgatni meg mondjuk ezt is elindítom, akkor itt lehet hallani, hogy Igen, szóval e ennyi. kettő, ugye, uh, uh, Szóval nézzük meg akkor egy hangszerkesztő programot. Én gondolkoztam, hogy mennyire profit hozzak, hogy mennyire profit mutassak be igazából. Ami eszembe jutott az először is a GarageBand. Uh, ez egy nagyon jó hangszerkesztő program. Bár egy főképp inkább zenészeknek van, vagy énekeseknek, nem pedig az ilyen egyszerű hangfelvételek vágására alkalmas. Így úgy döntöttem, hogy ezt inkább nem mutatom be. Egyrészt azért, mert megkintosos program, és Windowsosnak ez ugye úgy se el. Másrészt, mint mondtam, ez inkább zenészeknek van. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy olyan program mellett maradok, amit nem annyira sokan ismernek, ez a WavePad. Annyit kell tudni a Wavepadról, hogy nagyon hasonlít a Twisted Wave nevű programra, de azért mondhatom, hogy inkább ezt mutatom be, mert a működésük hasonló, viszont ez egy kevésbé ismert program, mint a Twisted Wave, szóval úgy döntöttem, hogy maradok ennél. Indítsuk el akkor ezt. Szóval itt is akarunk megnézni azt is, hogy miket akarunk egy hangfájlal csinálni. Szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet vágni benne, kiterelni hangrészeket, hogyan lehet hozzáilleszteni más hangsávból részeket hogyan lehet ö, csendet egy adott részre, hogyan lehet lehalkítani, hangosítani a dolgokat benne. Szeretnénk ugye, tudni, hogy hogyan lehet hozzáadni különböző effekteket, hogyan tudjuk gyorsítani, hangosítani, ö, bocsánat, lassítani a hangot, hogyan, tudjuk, hogyan tudunk egy átmenetet képezni egy hangba, tehát az átmenetet úgy értem, hogy lehalkuljon, ö, hogyan tudjuk kitisztítani a hangot. Szóval ilyen dolgokat fogunk ebből az egész megnézni. Szóval, az egész alatt a témák készítettem egy hangfelvételt, ezt fogjuk most ide berakni. Ugye említettem, hogy miért a if veszem föl. Ezt a felvételt direkt M4-re állítottam, így meg lehet nézni, hogy ezzel mi is a probléma. Ezt ide be akarom húzni erre a végpadra, ugye nem engedi, ez nem nyitható meg. Természetesen ez át lehet, át lehet alakítani. Ha át akarnánk alakítani, mert egy olyan fájlformátumunk van, amit nem nyit meg az adott program akkor javaslom, hogy ezt a Sound Converter nevű alkalmazást használjuk. Itt kijelöljük, hogy milyen formátumban szeretnénk MP3-ba mondjuk. Ráhúzzuk ezt az M4-at. Jó lesz. És kész is van. Átalakította nekünk ezt MP3-ba. És ugye innen fogva ezt már bele lehet húzni. De én mondtam, ez direkt erre a célra készítettem ezt a hangfájlt. Szóval ebben a programban így néz nekem, amikor beimportálunk egy hangfájlt. Itt látni fogunk egy ilyen ö, csúszkát, ezzel tudjuk beállítani, hogy hol legyen a lejátszásunk a helye. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehet ebbe lejátszani, illetve ezt az alsó dolgokat először is. állítani különböző dolgokat, ezeket igazából javaslom, hogy hagyjuk úgy, ahogyan van. Kivéve, hogyha van egy mono felvételünk, akkor azt javaslom, hogy át lehet állítani a sztereóba, akkor konvertálni fog neki egy sztereót. Ezt javaslom, hogyha mono felvételünk van, Persze nem lesz feltétlenül ugyanaz, mint egy rendes stereo, de még mindig jobb, illetve működik, mint hogyha csak egy mono lenne. Akkor itt tudjuk beállítani a dolgokat, föl is tudunk ugye vele venni. Most ide rá tudok venni itt az elejére, hogyha rábeszélek valamit. Azért mondjuk, leállítom. És le tudjuk ugye ezt. Oké. Okay. És akkor ezt le tudjuk ugye itt játszani. És ide rá tudok venni itt az elejére, hogyha rábeszélek valamit. Na Na jó. a kijelölt rész, ugye itt mindig úgy tudunk kijelölni, hogy az egérrel így kijelöljük ezt a hátteret, kattintunk egyet, és így kijelöljük. Nekem ez most ide az elejére nem kell, amit rávettem, úgyhogy itt a delete gombbal fogom tudni ezt kitörölni. jó, akkor hallgassuk meg a hangsávba, hogy miket mondtam, miket fogunk kipróbálni. Hello. ez egy kis hangfelvétel, amit majd utólag meg fogok tudni könnyedén vágni. Most itt fogok hagyni egy kis szünetet, hogy lehessen hallani a háttérzajt, később ki lehet majd szűrni. itt van ez a kis... Ennyi, is ugye itt van ez a kis szünet, amit szeretnék uh, kivágni innen. Uh. Hát ezzel fogok tudni csinálni, az, az hogy felmegyünk ide, hogy effektek, noise reduction, és akkor itt ezt megfogjuk uh, ezt a kijelölt részről ezt a háttérzajt, Kijelöljük az egészet a ctrl -a vagy Command-A -a billentyűkkel, Visszamegyünk a nagy be és alkalmazni fogjuk ezt. Így mégis megy a csík, és készen is van. Most nincs semmi háttérzaj a hangfelvétel alatt. Igazából az enyémben nem nagyon lehet hallani különbséget. Ö, nem, 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 Nincsenek a mikrofonnak háttérzaja, úgyhogy igazából ez most nem volt erre tökéletes példa, de hogyha lett volna, akkor ezt így kéne kiszűrni. Mondjuk most azt szeretném, hogy erre a részből kivágjuk azt, amikor ide kölgök Hát ezt a részt akarom kivágni. Ahhoz, hogy ezt ugye megcsináljuk, hogy itt e ezt a delete gombot fogjuk megint csak használni. És kész is igazából. Arra azért kéne ügyelni, hogy ilyenkor a, Nem tudom, most nem figyeltem annyira, hogy mennyit vágtam ki. Így lehet, hogy itt el kéne halkítani a végét. De erről tudom, hogy később szó lesz, úgyhogy hallgassuk tovább. Hogyha a hangomat mondjuk szeretném itt lehalkítani, és azt szeretném, hogy a mondatonnak be legyen fejeződve, tehát itt legyen a vége, akkor mit is lehet csinálni? Tehát mondjuk itt ezt a mondatot ö, szeretném itt lehalkítani, itt a végét. Ennek a mondatnak. Hát egy kicsit nagyobb területen, valahol úgy itt. Természetesen ez ilyen nagyon kis területen néz ki egyébként. Szeretném mondani itt nagyít a nagyítóval, hogy tudjuk nagyítani a hangsávot. Jobban szeretem itt teljes nézetben, mert különben nagyon ugrál a képernyőbe. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy azt mondjuk neki, hogy fade. És mivel ez a vége, ezért fade out. És akkor így lejjebb halkítja, hogyha még lejjebb szeretnénk, akkor még egyszer remegyünk. És akkor hallgass van megint. Akkor mit is lehet csinálni? És igazából ez most így hangzik. De én mondtam, ez nem csak erre jó. Akkor látszik, hogy elhalkult a hangom a végén. Ha az elét kijelölöm, és akkor ezt szeretném egy ilyen átmenettel felerősíteni a hangot, tehát, hogy egyre hangosabb legyen, akkor hogy ezt a fade int nyomom meg, és akkor így egyre hangosabb lesz. Tehát ugye ez a